katonai tiszteletadás mellett fogadta ma a Szerbia palota előtt Alekszandar Vučić Rövény Rivlin izraeli elnököt. A fogadáson a szerb kormány több tagja is megjelent, akik kézfogással köszöntötték az izraeli államfőt. Rövény Rivlin örömét fejezte ki, hogy ő az első izraeli államfő, aki Szerbiába látogat. A politikus bízik benne, hogy hamarosan ő is vendégül láthatja szerbiai kollégáját. A két államfő a politika mellett gazdasági témákról is egyeztetett. Ponosni smo na veliki broj izraelskih investicija u Srbiji. Naša je želja, a i dužnost, da budemo pravi partner onima koji žele da se uzmu zajedno za ruke i zajedno rastu i napreduju. Bio bih veoma zadovoljan da vidim kako naše zemlje jačaju svoju saradnju. Alekszandar Vučić szerint Szerbia és Izrael jó viszonyt ápol egymással, ami a gazdasági együttműködésen is megmutatkozik. Želimo još veći broj izraelskih kompanija da dođe u Srbiju, želimo još bolju, još uspešniju saradnju između naših dveju zemalja. Uvereni da možemo da pristupimo, rekao bih, hrabrijem pozivu izraelskim turistima da dolaze u našu zemlju, kao što smo spremni da pozovemo naše građane da u još većem broju odlaze u Izrael, kako u Jerusalim, tako i u Tel Aviv. Vučić köszönetet mondott Rövény Rivlinnek, amiért Izrael Koszovót Szerbia részének tekinti.